A következő készülék egy Epson TW5910-es Full HD 3D házamozi készülék. Ugye rendelkezik kettő darab HDMI bemenettel, VGA S-videó bemenetekkel, aztán van itt USB csatlakozó is. A kiszlik ház maga szép állapotban van, jelenleg nem sötétített szobában vetít, ugye a 2100 lumen fényerő mellé 20000-es kontraszt párosul, így élvezhető akár normál fényviszonyok mellett is a képe. Ugye egy nagyobb házimozi gép 6 kg-ot nyom, megvan a gyári doboza, és a gyári összes tartozéka, ugye a világítós távirányító, egy tápkábel, ajándék kettő darab Samsung 3D-s szemüveg, ezek fóliásak, újak, soha nem voltak használva, a gyári izzója, amely 3000 óránál tart, a gyári adatok szerint akár 4 vagy ECO-ban 5000-ig is mehet, viszont van benne egy új Epson izzó, jelenleg ez van tesztelés alatt, ez tartaléknak még jó lehet. Sötétített szobában a képe, gyönyörű szép, demo videóval. A menüje teljesen magyar. Látható, hogy Full HD jelet kap, még 0 órát volt az új izzó használva. Érdekes funkciója, hogy az LCD paneleket illeszteni lehet, ez itt található, ez meg is történt, az általam legjobbnak vélt LCD illesztést állítottam be, így szépen konvergál a három panel, akinek viszont van türelme és ideje ezt tovább állítgatni, az még jobb minőséget akár el tud érni ezzel az Epsonnal. Több érdekes funkciója van, például képes a split screenre, azaz az osztott képernyőre, akár egyszerre kettő jelet is ki tud vetíteni. Ugye rengeteg beállítási lehetőség, például az Auto Iris funkció is megtalálható benne, én ezt jelenleg kikapcsoltam, és egyéb különleges RGB, RGB, CMY, színbeállítás is, és az Epson Super White is bekapcsolható, különböző érdekességek, bőrszíntónus mellett sok más érdekes funkció van a készülékben. Jelenleg 2,3 méter széles képet vetít, körülbelül 3,5 méterről. Nagyon szépek a színek. Érdekessége még, hogy 3D közben megadható a képméret, megadható a 3D mélység, így egész jól kalibrálható, nem csak a szokásos 3D be és ki funkciók találhatók rajta. Most egy picit tekerek a videóban, hogy ne csak piros színeket lássunk, bár azok is nagyon szépek. Ha a fényképező beáll fókuszba. Jelenleg normál módban megy a készülék, de mindjárt át is kapcsolom ECO-ba, ugyanis sötétített szobában bőven elég az ECO mód is. Ilyenkor lehalkul a készülék, picit csökken a fényerő, de nem számottevő. A fényerő csökken, és átkapcsolunk mozi módba.
szépek a feketék is. És most pedig a fehér színek láthatóak.